Szia, Vargőcsi vagyok, keréppágurú. Beszéljünk egy pár szót a jelenlegi szabályozásokról, ugye, ami hétfőtől várható. Tehát a keréppárüzetek webshop, keréppárszerviz, az zavartalanul működhet, úgyhogy ne jegyetek meg, tehát hogyha kerékpározni szeretnétek, akkor itt vagyunk, segítünk titeket. Bár megmondom az őszintét, hogy mi azért egy picit úgy, mikor hallottuk ezt a nem túl kívánatos hírt, akkor felkészültünk arra, hogy na most akkor mit tegyünk körülbelül, beérkezett hozzánk 40 darab kerékpár, hogyha most hétfőtől be kell, hogy zárjunk, akkor, akkor mit tegyünk, hogy segítsünk akkor titeket, hisz mi van ezzel a 40 kerékpárral? Kaptunk sok telefont is, hogy akkor most mi lesz? Hát egyből megoldottuk, a vészhelyzeti protokoll beindult, és hát e, nyilván szombat, tehát a mai nappal és a holnapi nappal, vasárnap átadtunk volna minden kerékpárt. Tehát erre felkészültünk, hogy hogy fogjuk ezt megoldani, és hogy tudjuk ezeket a kerékpárokat átadni. Így erre e, hál' Istennek azt mondom, hogy nem kerül sor, mert e, lehet jönni, és át tudjátok venni a szervizbe a kerékpárotokat, de ez oké, okay, hogy mi nyitva lehetünk, és mi a helyzet veletek, aki elhozta a kerékpárokat hozzánk szervizelni, akkor ő most ö, lehet, hogy mondjuk másfél hétig nem veheti át a kerékpárját, mert hogy, mivel mondom hirtelen, vagy 40 kerékpár most körülbelül mondom beérkezett nekünk szervizelésre, sajnos már volt egy-két kerékpár, amit akkor tudtunk váralni. Körülbelül rá egy olyan Másfél-két hét, valahogy így. Jó, megoldjuk ezt a dolgot. Az elkövetkezendő pár napba az összes kerékpárt át fogjuk adni, hogy segítsünk téged, hogy tudjál menni kerékpározni, mert igen fontos, hogy tudsz menni egyébként kerékpározni. Nyilván van e, némi dolog, amit be kell tartanod, de itt a videó környékén el fogom helyezni a magyar közlöny, nek a kommunikációját, és úgy gondolom, hogy azért az egy hiteles forrás, vagy az egyetlen forrás, amit ténylegesen úgy kell tekinteni, hogy amit ők leírtak, az úgy gondolom, hogy igaz. Jó, azt el tudod olvasni, tudod értelmezni, tehát tudsz mozogni, tudsz kerékpározni, nyitva vagyunk, várunk téged, segítünk, ahogy csak Tudunk, hogy a, a minden tudásunkat és minden tényleg, amit csak tudunk, az erőforrásainkat a ladba véve támogassunk téged ebbe a jelenlegi nehéz helyzetben. Vigyázz magadra, vigyázz családra, barátaidra! Veled vagyunk!